Szevasztok! Egy kicsit méltatlanul lenézett fehérje forrásról, a növényi fehérjéről hadd ejtsek pár szót. Pure vegan protein. Nem feltétlenül csak vegán felhasználóknak készült, azért mert növényi eredetű fehérje, olyan változatos a növényi fehérje forrása, hogy gyakorlatilag megegyezik egy teljes avófehérjével, az aminosabb bázis, és én személy szerint a verseny utáni időszakban kezdtem el kicsit rákapni, mert pár hétig próbáltam mellőzni az addig állandósult fehérjeforrásokat, ugye a húsbevitelemet is csökkentettem, a teljes ófehérjét is próbáltam mellőzni, egy kicsit pihentessem a szervezetemet, de szerettem volna egy jó fehérjeforrást, és lecseréltem akkor a teljes ófehérjemet vegán proteinre. Ez a készítmény speciál olyan szinten vált a kedvencemé, hogy azóta beiktattam az étrendembe. Szinte minden nap csinálok bele egy desszertet, mert tudni kell a termékről, hogy egy normál adag fehérje kevés vízzel összekeverve gyakorlatilag egy krémet tudok belőle csinálni, amit mondjuk egy zapkására rá tudok kenni, rászórok még mondjuk egy marék diót és egy brutál jó desszertet tudok csinálni belőle. A tofis ízű a kedvencem. Mint mondtam, többféle növényi fehérje forrást is tartalmaz. Ezek között van gránátalma, kókusz, rizs, borsó, és mindemellett gyakorlatilag zsír és cukormentes. Mindenképpen ajánlanám neked ezt a fehérje forrást, hogyha tervezed mondjuk kicsit pihentetni a szervezetedet, kicsit szüneteltetni a teljes avófehérjét, egy nagyon jó alternatíva, és brutális desszerteket is tudsz belőle csinálni.